hosszú hagyománya van, 12 évre nyúló hagyománya van az állásbőrzék megszervezésének. 12 évvel ezelőtt az volt a nem titkolt szándékunk, hogy a hallgatóink részére karrier életutat kínálnánk, karrier szolgáltatásokat csomagolnánk be és felkínáljuk. Majd későbbiekben kibővítettük ezt cégek jelenlétével, cégek által hozott állásajánlatokkal. Majd léptünk megint egy nagyot, a céges megjelenést mi is színvonallal próbáltuk megtölteni, ugyanis az egyetemen, az akkori főiskolán ismert kutatások, tudományos publikációk jelennek meg, folynak, és szerettük volna ezeket a kutatási eredményeket is közzétenni a városlakók és az odalátogató érdeklődők számára, és ezért innovációs és állásbőrze elnevezést kapott ez az esemény. Ebben az évben megint gondoltunk egy újat, és új köntösbe öltöztettük az innovációs és állásbőrzét, karriernap elnevezéssel. Lényegében alapjaiban nem sokat fog változni a rendezvény, ugyanazon a helyszínen lesz, az A épület Bessenyi aulájában. Megpróbáljuk ugyanúgy berendezni, mint ahogy korábban tettük, standokat fogunk építeni a kiállító cégek számára, de talán megfűszereztük egy picit ezt a rendezvényt, ezt a korábbi állásbőrzét azzal, hogy fókuszáltunk a tényleges karrierre, mégpedig az életútra, az életpályákra. Valójában 2016. július 1-én, ugye, amikor változott a kém és seprő törvény, akkor ugye két irányba vált szét, mondhatom így, ugye az iparág. Egyszer ugye a lakossági szolgáltatásra, és egyrésztről ugye a piaci szolgáltatásra. A lakosság esetében azokban a megyékben, mint például a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, ahol ugye a korábbi közszolgáltatóval való kontraktust az önkormányzat megszüntette, ott ugye a katasztrófa védelmi kém és seprőipari szervezete látja el a lakosság körében a szolgáltatást térítésmentesen. Viszont azon ingatlanok esetében, ahova a gazdálkodó szervezetnek a székhelye, telephelye, fióktelephelye van beegyezve, ott pedig ugye a esetlegesen megmaradt vagy újonnan vállalkozó kém és seprő vállalkozások végezhetik ezt a tevékenységet, természetesen abban az esetben, hogyha megfelelnek annak a hatósági követelménynek, illetve törvényi előírásoknak, ami alapján ők végezhetik ezt a tevékenységet. Jelenleg legjobb tudomásom szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében két ilyen szolgáltató működhet ugye,